Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Ez egy helyzetjelentős vlog lesz. Kicsit eltűntem, bár láthatatok, videókat fölraktam. Hát dolgoztam, belemerültem igazából a munkáknak a tönkelegébe, és hát volt egy kis gyakorolgatásos történet, kicsit képzem magam, mint ugye mondtam korábbi videóban is, hogy szeretnék fejlődni, vannak példaképeim, és az ő munkájuk alapján. Tehát nem szeretném őket utánozni, de olyan minőségre szeretném így fölfejleszteni igazából a munkámat. Hát alakul, hát vannak még hibák igazából, hogy nem, mindig lesz. Tehát ugye a teljes tökéletesség az soha nem érhető el, mindig lehet tanulni. Úgyhogy ezen ügyködök. De alakul, teljesen jó. Most láthattátok, felraktam ezt a zombie girl, ilyen zombi kedvelőknek, én is az vagyok egyébként, csináltam ezt a dolgot, ezt a zombi csajt. Vérrel, stb. Ahogy illik, ugye minden benne volt. Szerintem jó lett. Hát, egy-két hibát azért, hogy természetesen észreveszek rajta. Vannak arányhibáim, ugye. De ezeket is le fogom majd küszöbölni. Ki fogom küszöbölni igazából. És reméljük, hogy ez minél hamarabb. Hát küzdök, csinálgatom. Fogtok látni még több ilyen cuccot. Föl fog rakni, most is, ma is készülni fog egy egyébként. Arról is csinálok, és reméljük, hogy egyre jobb lesz, ugye, ahogy jönnek ezek a dolgok. Úgyhogy azon vagyok, nagyon ráfeküdtem ezekre a dolgokra. Na, közben megy a diéta is, illetve az a diétás történet, ugye. A kis mesterem igazából aki segít nekem, ő jön folyamatosan, edzünk, a diéta megy, volt egy kis megingásom, ja, vissza is szedtem egy kicsit, aztán sokkal jobban elkezdett kontrollálni engem öcsi, és most már úgy érzem, hogy jó lesz, jó úton vagyunk, tegnap kicsit rottyon voltam, ugye elkezdtük erősíteni az edzéseket, és hogy ilyen 10 kilométert gyaloglunk, hát pontosabban ilyen amihez tudnám hasonlítani, az a Ozmin gatyába rász című műsorból, ugye ez az utcai edzés, csak picit lájtosabb módon. Mondjuk kicsit bedurvultunk, tegnap előtt nagyon durva volt, ugye van itt lakom azon egy ilyen felüljáró, és ott ugye a lépcsőt igen erősen igénybe vesszük, ami engem is igénybe vesz. Rettenetesen, meg is zuhantam tegnap, egy idegszál becsípőtetett a hátam, vagy a gerincem mellett valószínű, hát konkrétan nem bírtam felállni, tehát az rettenetes volt, ugye úgy látszik, hogy sok még nekem ez a fajta edzés, még picit vissza kell venni, aztán úgy szép nyugodtan tolna a dolgot, már jobban álltam, úgyhogy menjünk, megy a gyaloglás. Hát most úgy edzünk, hétfő, szerda, péntek, ugye gyaloglás, kert, csütörtök pedig ugye vincsunozunk, nem tudom ki az, aki ismeri ezt a harcművészetet. Én ezt csináltam valamikor, és most is ugyanolyan nagy a szeretetem iránta. Nagyon jó harcművészetnek tartom. Roppant érdekes, tényleg akár ugye fogyasztani is képes, vannak olyan gyakorlatok benne. Ami erre tökéletesen jó, illetve készségfejlesztő és egészségmegőrző is, úgyhogy ez van gyerekek, ezeket csinálhatjuk. Visszatérve a csatornámnak a dolgaira, most már tényleg meg fogjuk csinálni ezt a piercinges történetet, csak nem nagyon tudok mostanában mikivel beszélni, ugye a piercinges kollégával, ő is dolgozik, elfoglalt, nagyon, ugye tudjátok, jönnek az ünnepek, karácsony, stb. Új év, és most emiatt is, ugye nagyon nagy lázban van mindenki készülődés, stb. Ugye mindenki, aki dolgozik, még jobban hagyja a melót, ugye
tényleg legyen pénz a családnak, stb. Úgyhogy ezek kicsit így akadályoznak, de össze fogjuk hozni ezt a történetet mindenféleképpen. Fogok vele beszélni, és akkor ezt meg kellene csinálni. Két ünnep közt valami érdekességet fogok összehozni a csatornára. Mindenféleképpen, gyerekek. A munkák azok jönnek, mondom, ma is csinálok egyet, azt is föl fogom rakni, és hát meglátjátok, hogy ez hogy fog tetszeni nektek. De ha tetszik, tényleg lájkoljátok, hogyha valami kritika van, azt is nyugodtan írjátok le, és akkor ezt természetesen megfogadom, és azt szerint ugye, tehát ez igazából épít majd engem, és azt szerint fogok ténykedni tovább. Na, jó van, gyerekek, tehát akkor ez lesz ez a történet, most már tényleg próbálok sűrűbben fölrakni videót, illetve sűrűbben produktálni nektek itt ugye dolgokat, hogy érdekesebb legyen is a csatorna. Mert ugye van, mikor tényleg nagyon inaktív vagyok. De mondom, ez a munka miatt van, ennek tudható be. De most már tényleg nyomom a dolgokat, töltetek előre, mint a mozdony, úgyhogy... Na, így szerettem volna, ez tényleg ilyen kis röpke, kis helyzetjelentő dolog lett volna, úgyhogy gyerekek, nézzétek a csatornámat, lájkoljatok, kövessetek, és én pedig tolom a tartalmakat keményen. Csö, csumicsát!